csontkukacok voltak a levesben a Kerepesi Általános Iskolában, a polgármester szerint nem az iskolában volt gond. Orbán Viktor szerint bevándorlás ellenes vezetőkre van szükség, Emmanuel Macron a nacionalizmust állítaná meg. Már nyomtatják a szavazólapokat a május végi európai parlamenti választáshoz, több mint 8 millióan szavazhatnak. És hónapok óta rossz a lift a Honvéd kórház egyik épületében, többek között a kemoterápiás betegeknek is lépcsőzniük kell. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Csontkukacok voltak a levesben a Kerepesi Általános Iskolában, ezt már a kerület polgármestere is elismerte. Franka Tibor szerint azonban a lédlárvák nem az iskolában kerültek az ételbe, és már megtették a szükséges lépéseket. A gyerekek kedden találták meg a kukacokat a levesben, az ételt nem helyben készítik, a cég pedig zárt edényekben viszi az iskolába. A polgármester szerint, mivel az iskola konyháját nemrég festették, a tisztasággal nem lehet gond. Az ételmintákat a Népegészségügyi Hivatal vizsgálja. Néhány hétig még biztosan ugyanaz a cég szállítja az ételt az iskolába, de júniusban várhatóan már más beszállítójuk lesz. Börtönbüntetést is kaphat az, aki kiszivárogtatta a történelem érettségi esszé kérdéseit, ezt a 24.hu írta meg. Az illető ugyanis minősített adattal való visszaélést követett el. Egy Facebookon terjedő üzenetben az érettségit összeállító egyik tanárt tartják a szivárogtatónak. Az ügyben már megtörtént a feljelentés, de új történelem érettségit nem kell írniuk a diákoknak, így reagált az oktatási hivatal. Szent István, Sztálin propaganda, Trianon és középkori uradalom. Ez a négy téma kezdett terjedni kedden, vagyis egy nappal a történelem érettségi előtt a közösségi oldalakon. Aztán szerdán sokan meglepődhettek, mert a történelem érettségi feladatlapon szintén találkoztak ezekkel a témakörökkel. Szerda estére pedig körvonalazódott a botrány. A médiából az is értesült a hírről, aki addig nem tudta. Jött a találgatás, vajon újra kell leírni a dolgozatot. A hivatalos reakciók közül először az jelent meg, hogy az oktatási hivatal feljelentést tett, aztán később már azt is lehetett tudni, hogy nem kell újból érettségizni. A Tanítanék mozgalom vezetőjének végzős osztálya van. Ő a médiából értesült a kikerült esszé témákról. A diákok semmit sem mondtak neki. Egyáltalán nem tudok arról, hogy ők tudtak volna erről, de ez minden esetre egy elég botrányos helyzet, és én nekem az első reakcióm a gyerekekért való aggódás volt, mert ilyenkor, hogyha mondjuk az a döntés született volna, hogy meg kell ismételni, az azért egy nagyon kemény helyzet. Az edulány.hu szerkesztősége, mint értesült arról, hogy nem kell újraírni a dolgozatot, azonnal elküldte hírlevélben, és próbálta minél több diákkal tudatni, hogy még az angol érettségi előtt eljusson hozzájuk a hír. Azt mondják, hogy azért örülnek, mert ez az érettségi feladatsor most mindentől függetlenül egy nagyon korrekt, jól megírható feladatsor volt, mind a rövid, mind pedig a hosszú esszé feladatok, és a legtöbb diák tegnap úgy jelzett nekünk, hogy abszolút jól sikerült a középszintű írásbeli, így ők ezt az eredményt nem szívesen kockáztatnák egy ilyen dolog miatt. A történelemtanárok egyletének elnöke szerint azért is nagy probléma, ami történt, mert ronthatja az érettségibe vetett hitet, és borzasztó órákat okozott a diákoknak. De Miklósi László hozzátette azt is, hogy a témakörök szivárogtak ki, a vizsgán viszont konkrét feladatcímek vannak hozzájuk tartozó forrásokkal. Az eszéírás nem lehet egy éjszaka megtanulni. A diákoknak alaposan, hosszú időn keresztül kellett fölkészülni ahhoz, hogy eredményesen vizsgázhassanak. Így módon nagyon kínos és kellemetlen, hogy kikerültek ezek a témakörök, de jelentős segítséget véleményem szerint a vizsgázóknak nem adható. Az oktatási hivatal megkeresésünkre azt írta, hogy mivel megtették a feljelentéseket, a nyomozás érdekében annak végéig nem nyilatkoznak. Sztálinhoz és Pol Pothoz hasonlítja Orbán Viktort az Atlantic újságírója. Franklin Foer ugyanis az értelmiséget likvidáló, a közoktatást leuraló és a lakosságot engedelmes tömeggé alakító vezetőnek tartja a miniszterelnököt. A cikk szerzője szerint Magyarországon működtek a legjobb egyetemek a posztkommunista országok közül, azonban a kormány a szakemberek helyére lojális embereket ültetett a fontos pozíciókba, és kormányzati kontroll alakult ki. A cikk vezérfonala a CEU
ügye. Az egyetem rektora elmondta, hogy nyugodt évekre számított, de aztán a kormány támadás sorozatot indított ellenük. A cikkírója Kovács Zoltánnal is készített interjút. A kormány szóvivő bukott kanadai politikusnak nevezte a CEU rektorát. Bevándorlás ellenes vezetőkre kell szavazni az európai parlamenti választásokon, ezt mondta Orbán Viktor a nagyszebeni nem hivatalos uniós csúcs találkozó előtt. A német kancellár egységre szólította fel a tagországokat, a francia elnök pedig a nacionalizmus veszélyére figyelmeztetett. Kezet fogott a nagyszebeni polgárokkal az Európai Tanács elnöke, aki az informális uniós csúcs találkozóra érkezett az erdélyi városba. Donald Tusk azonban a sajtónak nem nyilatkozott. Beszélt viszont a német kancellár, Merkel az egység fontosságát hangsúlyozta. Elfogadunk majd egy nyilatkozatot, amely újból egyértelművé teszi, hogy az összes uniós tagország meggyőződése szerint minden politikai nézetkülönbségünk ellenére is jobb az együttes fellépés, mondta Merkel. A francia elnök szerint a közelgő európai parlamenti választások tétje, hogy sikerül-e megállítani a nacionalizmust. Bő két hét múlva több mint 400 millió európai polgárnak kell majd választania két lehetőség közül. Együtt akarjuk-e folytatni az építkezést, vagy le akarjuk rombolni Európát azzal, hogy visszatérünk a nacionalizmushoz, fogalmazott Macron. Orbán Viktor szerint viszont fontos lenne megállítani a migrációt, ez a voksolás tétje. A legfontosabb dolog, hogy bevándorlás ellenes vezetőket válaszunk, hogy Európa képes legyen megvédeni saját magát és a gyermekeink jövőjét. Az Európai Uniós állam és kormányfők hosszú idő után most először nem tárgyalnak a Brexitről. A fő téma az EU jövője a britek távozása után. Theresa May brit kormányfő nem is ment el Nagyszebenbe. A résztvevők összeállítottak egy nyilatkozatot, amely szerint elkötelezik magukat az olyan alapértékek mellett, mint a demokrácia, a jogállamiság és az igazságosság. Már nyomtatják a május 26-ai európai parlamenti választás szavazólapjait a kőbányai biztonsági nyomdában. Több mint 8 millióan szavazhatnak két hét múlva, ehhez összesen 8,4 millió szavazólapot nyomtatnak, amelyhez 81 tonna papírt használnak fel. A nyomda vezérigazgatója szerint a szavazólapok nyomtatása végéhez közeledik, és összesen 9 napig tart. A szavazólapokat és az egyéb választási kellékeket jövő szerdától zárt tehergépkocsikban fegyveres őrök kíséretében szállítják ki a szavazókörökbe, hasonló biztonsági intézkedések mellett, mint ahogyan a pénzszállításokat végzik. A diákok között a Fidesz és a Momentum a legnépszerűbb pártok, a hagyományos baloldali pártokról pedig szinte nem is tudnak. Az egyetemistáknak a politikáról egyébként a korrupció és a hazugság jut az eszükbe, és sokan tervezik, hogy külföldre költöznek hosszabb, rövidebb időre. Egyebek között ez is kiderült abból a kutatásból, amelyet 800 diák megkérdezésével végeztek több éven keresztül. Az egyetemisták egy része aktívan foglalkozik politikával, ha kell, az utcára is kimegy. Ennek megfelelően pártot is választanak már ekkorra. Az idei adatok igen meglepőek lettek. Míg a teljes népesség körében a hagyományos erősorrend nagyjából úgy néz ki, hogy vezet a Fidesz, utána jönnek a baloldali pártok, a Jobbik, az LMP, és majdnem a sor legvégén a Momentum. Ehhez képest az egyetemisták közötti felmérésben magasan a Fidesz és ugyanannyi százalékkal a Momentum a legnépszerűbb, míg a baloldali pártok szinte nem léteznek az egyetemisták számára. A rendzavarást hagyják abba. Hogy általában véve pedig mit gondolnak a politikáról, a politikusokról, azt elég egyértelműen mutatja ez a szófelhő. A politika szóról ezek a fogalmak jutnak eszükbe. Nagyon negatív tartományban van a politika, mint fogalom megítélése, és hát azon belül is a korrupció szó az, ami mind 2015-ben a korrupció és a hazugság volt, ami domináns volt, illetve Orbán Viktor személye neve az, ami gyakran előfordul. A politikai kérdések közül, ami talán a legmeglepőbb, az ez a grafikon. A sárga rész azoknak az arányát mutatja, akik úgy gondolják, hogy bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokrácia. A diktatúrát bizonyos körülmények között elfogadók között jelentős arányban vannak mind a mai napig a Jobbik szavazói, illetve a Fidesz szavazói, és jóval kisebb arányban jelennek meg a bal-bal-közép-centrumpárti szavazók. Ez az a több kilónyi kérdőív, amely tartalmazza a 800 diák válaszait. Ezekben azonban természetesen nem csak politikáról kérdezték őket, hanem például megélhetési helyzetükről is. Az egyetem mellett sokan kénytelenek dolgozni, erről mesél Attila is. Van, amikor
vannak kettőig sorozatokat kell lefordítanunk, hogy reggel mehessünk egyetemre, van, amikor éjszakában megyünk el más dolgokat csinálni, de ezt kettőt muszáj összeegyeztetni, valamit valamiért alapon, de nem egyszerű. Nem túl meglepő módon a diákok majdnem fele tervezi, hogy a jövőben akár több éven keresztül is külföldön dolgozik majd. Egyértelműen látszik, hogy a legfontosabb indokok között a megélhetés és a karrier szempontok vannak. Ami pedig tovább kongathatja a vészharangokat a kivándorlással kapcsolatban, az az, hogy az orvostanhallgatók tervezik leginkább, hogy külföldön helyezkednek majd el. Ez egy nagyon szép bárányhimlő. Így a jövőben még nagyobb kérdés lehet, hogy ki vizsgálja majd meg például gyermekeinket. 4633 milliárd forint, ennyi az összvagyona a 100 leggazdagabb magyarnak. A friss lista élén nincs változás, a legtehetősebb magyar Csányi Sándor OTP vezér 360 milliárddal. A leggazdagabbak közé azonban 5 új szereplő is bekerült, köztük a miniszterelnök veje, a mindössze 33 éves Tiborcz István, aki ingatlanfejlesztéssel foglalkozik. Minden napra 1 milliárd, akár ennyi is juthatna Csányi Sándornak, ha hirtelen eszébe jutna elkölteni a vagyonát. Az OTP vezér emeleszelnök bizonyult ugyanis idén a legerősebbnek a mezőnyben 360 milliárd forinttal. A második helyezett Mészáros Lőrincnek idén már 296 milliárd forintra sikerült feltornásznia a vagyonát, pedig a korábbi felcsúti polgármester tavaly még csak 280 milliárd forint felett diszponált. Egy nagyon kiélezett verseny zajlik. Független attól, hogy ezt ők elismerik, vagy nem. A 100 leggazdagabb magyar jegyző kiadvány szerzője úgy látja, a lista dobogósai között a következő években ne lehet átrendeződés, hiszen a harmadik helyen álló Gattyán György is hosszú évek óta remekül teljesít a Dockler Holding tulajdonosaként. Szakonyi Péter szerint azonban az üzleti tudás és érzék semmit sem ér politikai háttér és szerencse nélkül. E kettő nélkül szerintem lehet bárki szorgalmas, céltudatos, innovatív, tehát az összes pozitív jelzőt felsorolhatjuk, ez a kettő, a jelenlegi Magyarországon ez a kettő hiányzik, akkor nincs esélye, hogy bekerüljön a száz közé. Szakonyi Péter szerint ez abból is látszik, hogy Simicska Lajos erejéből idén már csak a 47. helyre futotta, a vállalkozó 27 milliárd forintos vagyonával. A legfiatalabb a százas listában Tiborcz István, a miniszterelnök 33 éves veje, aki már 35 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, amellyel azonnal a lista 32. helyére sikerült ugrania. Ilyen fiatalon százas klubtag, hogy így mondjam, nem volt még a kiadványunk 18 éves történetében. A 72 milliárd forintot érő Hope Gyémántot azonban még a 14. helyezett Garancsi István sem tudná megvenni 66 milliárd forintos vagyonából, de a 13. Leistinger Tamás vagy a 12. Váberer György már igen, a teljes vagyonok elköltése nélkül. Érdekesség, hogy az elmúlt egy esztendőben a 100 leggazdagabb magyar összvagyona ugyanúgy 8,3%-kal emelkedett, mint a KSH adatai szerint a nettó átlagkereset egy év alatt. Ám míg ez utóbbi 247.200 forintot jelentett, addig a csúcsgazdagok összes vagyongyarapodása több mint 356 milliárd forintot. A 100 leggazdagabb magyarról szóló kiadvány szerkesztője szerint azonban ez mégis szerénynek számít a 2017-18-as gyarapodáshoz képest. Akkor ugyanis 900 milliárd volt a leggazdagabbak vagyonának növekedése egy év alatt. Visszaigényelhetővé tenni a lakásáfát az EVOSZ tudta meg a Magyar Nemzet. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az 5%-os lakásáfa és a 27%-os áfakulcs különbözetét tenni visszaigényelhetővé. Ez a kedvezmény csak a vevő saját lakhatását szolgáló ingatlanra vonatkozna. Kikötnék azt is, hogy 5 éven belül csak egyszer élhetne ezzel a lehetőséggel a tulajdonos. A szövetség szerint javaslatukkal egy átlagos 100 négyzetméteres ingatlan esetében, amelyet 350 ezer forintos négyzetméter áron kínálnak, nagyjából 8 millió forintot lehetne spórolni. A javaslat szerint ez az összeg lenne a visszaigénylés felső határa. Hétfőtől két hétre lezárják a keleti pályaudvart karbantartás miatt. A tervek szerint nem csak műszakilag, de esztétikailag is megújul az ország legforgalmasabb pályaudvara. A karbantartás miatt a nyugati országrészből a délibe és Kelenföldre, a keleti országrészből pedig a nyugatiba vagy Kőbánya Kispestre érkeznek majd a vonatok. Naponta 30-35 ezer utas érkezik ide a keleti pályaudvarra, közülük sokan hallottak már a jövő hétfőn kezdődő felújításról és lezárásról. Hát így sokkal több idő, úgyhogy ez így nagyon nehéz lesz. Két hetet kibírunk busszal,
aztán majd újraindul a közlekedés. Ezt még nem számoltam ki időben, hogy hamarabb indulok-e, de persze egyébként befolyásol, ha ide szerettem volna jönni, és nem tudok ide jönni. Minden nap 420 vonat érkezik ide, ezeket hétfőtől más állomásokra terelik. Ez főleg a napi 11 ezer ingázót érinti majd érzékenyen. Lesznek olyan utasok, akiknek jelentős többletidővel kell számolniuk. A legrosszabbul azok az utasok járnak, akik nem tudnak közvetlenül vonatról metróra átszállni Budapestre érkezéskor. Ezek pedig azok az elővárosi vasútvonalakon utazók lesznek, akik Pécerről, illetve Rákos Csabáról, vagy Rákoskert Mende irányából érkeznek a városba. A felújítás miatt jegyet sem lehet majd váltani a Keletiben, éppen ezért a többi állomáson nagyobb sorok lehetnek. A MÁV-nál azt javasolják, hogy aki teheti, interneten vegye meg a menetjegyét. A Vonatinfo mobil alkalmazás a vasúti menetjegy vásárlásnak a legegyszerűbb módja, és azt kérjük és azt javasoljuk utasainknak, hogy a megnövekvő forgalom miatt, ezeken a vasútállomásokon megnövő forgalom miatt, meg egyébként is vegyék ezt igénybe. A tervek szerint a következő két hétben újra aszfaltozzák majd az egész pályaudvart. Váltókat, felső vezetékeket, talpfákat cserélnek. Ledes utastájékoztató rendszert építenek ki, új padokat, szemeteseket állítanak fel, és lebontják a használaton kívüli büféket, pavilonokat. Több mint 100 ember dolgozik majd a karbantartáson. A MÁV kommunikációs igazgatója azt mondja, nem fognak csúszni az átadással. Két évre előre kell megrendelni ilyen volumenű vágányzárat a vasúti pályaelosztótól. Biztos, hogy 27-én el fog indulni a forgalom. Elegendő szakember áll rendelkezésre, hogy azokat a munkálatokat elvégezzék, amelyekre ugye leszerződtünk velük. A Keleti pályaudvar felújítása 2,1 milliárd forintba kerül. Hónapok óta rossz a lift, ezért lépcsőzniük kell a betegeknek a Honvéd kórházban, számolt be róla az RTL Klub. A csatorna szerint a lift az intézmény Podmanicki utcai épületében, a régi MÁV kórházban romlott el. Működő felvonó csak a másik szárnyban van, így aki nem tud lépcsőzni, annak jelentős kerülőt kell tennie. Az RTL szerint jelenleg a kemoterápiára érkező betegeknek is gyalogolniuk kell. A kórház szerint mindössze néhány napja romlott el a lift, és soron kívül intézkedtek a javításról. Emellett egy kulcsos liftet is üzembe helyeztek, amelyhez kezelő személyzetet is biztosítanak. Halálra gázoltak egy kereket cserélő autóst az M3-as leálló sávjában Nyíregyházánál, Hatvan térségében pedig több autó ütközött össze, egy kamion pedig felborult, órákra lezárták az autópálya érintett szakaszát. Ceglédnél egy kis busz és egy teherautó ütközött össze. Információink szerint a román rendszámú kis buszban összesen 5 felnőtt és 11 gyerek utazott. Többen a roncsba szorultak. Egy 16 éves lány meghalt a balesetben, ő utazott a jobb első ülésen, egy 16 éves fiú pedig súlyosan megsérült. Úgy tudjuk, hogy a többiek nem sérültek meg. A kisbusz vezetője egy előzés után nem tudott visszatérni a sávba, és a teherautó pótkocsijának ütközött. A közbeszerzésre vonatkozó felhívásból tudták meg a pécsiek, hogy az önkormányzat a Székesegyház előtti téren 15 fa kivágására kért ajánlatot. Egy föld alatti régészeti bemutató teret szeretnének itt létrehozni, amire a természetvédők azt mondták, hogy teljesen fölösleges. Pécs legszebb és legzöldebb terét féltik azok, akik egyre többen tiltakoznak az ellen, hogy itt fakivágásokba kezdjenek. Mint kiderült, az önkormányzat szeretne itt több fát is kivágatni. Megjelent egy közbeszerzési értesítő, amiben leírták, hogy a sétatéren és környékén 15 fa kivágására kérnek ajánlatot a különböző pályázóktól. Mi nem szeretnénk, hogy a történelmi belváros, ugye ez egy világörökségi helyszín, ilyen szinten elveszítse ezeket az évtizedes fákat. A fákat védők azt mondják, hogy itt a fákat a régészeti lelőhely miatt akarják beáldozni. Egy bizonyos terv alapján ezeket a földbe maradt, már megkutatott sírokat szeretnék bemutatni, úgy, hogy egy élményközpont, egy látogatóközpont épülne a felületen, és teljesen megváltoztatja ezt a megszokott világörökségi képet. A múzeum igazgatója azt mondta, hogy a világörökségi címmel jár az a kötelezettség is, hogy a régészeti kincseket is meg kell őrizni, de még azt sem tudják, hogy egyáltalán kell-e, és ha igen, akkor mennyi fát kivágni. A környezet, a fák, élővilág, illetve a régészeti örökség egy kicsit ütközik. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy itt az igazi érték ebben az esetben, az kimondottan a régészeti örökség volt. Ez az ókori Szopjánénak a sírkertje.
A fákat védők ezt másképp látják. Ők azt mondják, hogy ezt a kis ilyen 200 éves teret nem szabad megváltoztatni, és főleg nem szabad itt fákat kivágni. Könnyű dolguk nem lesz, hiszen a tervek már elkészültek, így várhatóan a munkákat is rövidesen megkezdik. Eltűnt Báró, a jeladós gólya, akit éveken keresztül bárki követhetett az interneten. Az őrhalomban fészkelő madár mindig Izraelben telelt, és elsőként érkezett haza Nógrádba. Sokáig Báró volt az első gólya, amelyik Magyarország északi részére hazatért, de Nógrádba mindig ő érkezett meg elsőként. Jeladója volt, így könnyen nyomon követhették. Ő volt az első gólya, amelyik azt bizonyította, hogy a gólyák nem csak Afrikában telelnek. Báró az első bizonyíték arra, hogy öreg madarak nem csak Afrikában telelhetnek át, hanem a Közel-Keleten. Báró Izraelben töltötte a telet, egész télen ott volt. Az utolsó útja is a Közel-Keleten ért véget. Egy szeméttelep közeléből érkeztek az utolsó jelek, majd elhallgatott a jeladó. Báró fészke azonban nem maradt üresen, most egy fiatal pár foglalta el. Az őrhalmi iskolában nagyon kedvelik a gólyákat. A megszokott gólyánk Báró nem érkezett meg. De jött helyette két másik gólya, Ipoly és Tünde. Nagyon örültek neki a gyerekek, sokat rajzolnak és báboznak. Gólyáról készült bábokkal ebben az időszakban. A helyiek azt mondják, hogy a gólyák biztos a bőséges táplálék miatt kedvelik a környéküket. A nagy víz, ugye itt az Ipoly, akkor van egy tó, ahol sok béka van, meg leszalnak ott a kert végébe, és ott vadásznak, és akkor, amikor, ugye meg hordják a fészket is. A fiatal gólyapár már megkezdte a költést. Egyikük, bár nem nagyon látszott alulról, mindig a tojásokon ül, miközben a másik igyekszik minél több táplálékkal segíteni. A fészek korábban kamerát is kapott, de a honlap szerint ezt sok más kamerához hasonlóan idén már nem működtetik tovább. A híradó végén jön az időjárás jelentés. Gál Noémi már is elmondja a részleteket. Szervusz, Noémi! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Egészen kellemesre fordult ma már az időjárás, és a folytatásban, a délutáni órákban is még ígérkezik néhány órás napsütés. Emellett azért képződnek majd a továbbiakban is gomoly felhők, amelyekből elszórtan eső, zápor, néhol egy-egy zivatar is előfordulhat. A nyugati észak-nyugati szél megélénkül megerősödik, de főleg zivatarok környezetében lesznek erősebb széllökések. És ma már végre átlépjük majd a 20 fokot a délután csúcsértékkel, többnyire 17 és 23 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, és a maihoz hasonló időjárásra készülhetünk holnap is, azaz több-kevesebb napsütés és viszonylag magas hőmérséklet vár ránk. Aztán vasárnap markáns hidegfront érkezik, ezzel együtt elsősorban a Dunántúlon ismét több fokot csökken a hőmérséklet, néhol majd csak 10 fokot mutatnak a hőmérők, és csapadékosra fordul ismételten az időjárás, gyakran lesz erős a szél, és a jövő hét elején is megmarad a borongósabb, barátságtalanabb, esősebb időjárás. Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után is érdemes velünk maradni, mert azonnal kezdődik a fórum Somos Andrással. Szervusz András, milyen témákat ajánlasz a nézőknek? Szervusz Anna, köszöntöm a nézőket. Az első téma az az, hogy Michel Barnier Brexit főtárgyaló lenne, az alternatívája Manfred Webernek, állítja a Spiegel, a Der Spiegel, amely alapján a magyar hírlap hozta itthon először ezt a hírt, valószínűleg ez áll a háttérben, mondja a heti lap, annak a jelenségnek, hogy Orbán Viktor nyíltan szembe ment Manfred Weberrel, akit egyébként 2018 októberében Rogán Antalon keresztül már támogatásáról biztosított, és 2019 március 5-én szintén. Na, az a lényeg, hogy Franka Tiborral beszéltem, ő Kerepes polgármestere, délután nyilatkozik is a fórumban, mert hogy a cég, aki szállítja a levest például a menzára, a suliba, az azt állítja, hogy ott olyanok a körülmények az iskolai konyhán, hogy hát ott a földön tárolják az ételeket, és bemászik a kukac például a levesbe, így átmászik így mindenen, és hát Franka Tibor azt mondja, hogy azért nem akar nyilatkozni kolléganőmnek, mert hogy itt szapulják a fórumban az önkormányzatot, hát nem ez van, csak elmondjuk mind a két oldal álláspontját, és aztán a harmadik téma, hogy Handó Tündét menesztenék a bírók, ezügyben is várom a telefonjaikat. Köszönöm szépen, András, most tehát ezekkel a témákkal jön a fórum, maradjanak velünk. Én pedig mára megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép napjuk, szép hétvégét, viszontlátásra!